A Kossuth Lajos Általános Iskola egyik legszebb ünnepére, a nyolcadikosok ballagására június 20-án délelőtt került sor a Kossuth téren. Az ünnepségen a szokások szerint az osztályfőnökök búcsúztatták el a végzős diákokat. As you float through the dark crimson sky, I'm the man on the rocks on the island, the jewel in the crown of the king. I'm the hope in the hearts of the helpless, the choir where no one will sing. There's a trail out of the canyon. There's a new life waiting out there. It'll take you home out of this chasm where there's blue skies alive to share. Osztályfőnökök Magyar Zoltán és Sípos József búcsúznak el osztályaiktól, a ballagó diákoktól. Belépve a felkészített tanterembe, utoljára néztem végig a búcsúzó osztályom tagjait. A vidám arcok helyett most visszanyeldesett könnyeket, marokba szorított gyűrött papírzsebkendőket láttam. A 8 évvel ezelőtti világra csodálkozó kisiskolások elindultak az ismeretszerzés, az emberi kapcsolatok kialakításának, ápolásának nem mindig egyszerű útján. Ez az út egy meredek, buktatókkal teli ösvény, amely az önmegvalósítás magas hegyére vezet. Lesznek, akik egyenesen, egyenletesen menetelve jutnak majd fel a csúcsra, érik el a kitűzött célokat, és lesznek olyanok, akik kitérőket tesznek, megpihennek, megbotlanak, eltévednek, és csak nehezen találnak rá a keresett útra. Ma mindannyian életünk egyik komoly válaszútjához érkeztünk. Lassan véget ér, végérvényesen lezárul az út, amelyen eddig közösen jártunk. Nem kevés változáson estek át az elmúlt években. Mindennek a legnagyobb értéke, a legmaradandóbb élménye számomra az volt, hogy együtt éltünk. Együtt töltöttük a napjainkat, és ezáltal személyes életünk, emberi történetünk közössé vált. Közös történetet írtunk, ami csak a miénk. Megírtuk munkával, sok-sok küszködéssel, csalódással és szépbéli örömmel. Ragyogó sikerekkel, és hála Istennek nem egyszer humorral. Eközben átéltük, együtt élni nem mindig könnyű, de érdemes. A történet közös, de mindannyian máshogy olvassuk. Máshogy olvastuk, amikor történt, máshogy olvassuk most, és máshogy fogjuk olvasni reménybeli találkozóinkon. Mi tanárok törekedtünk arra, hogy a 8 év alatt ne csak élmény, hanem más is kerüljön a tarisznyába. Tudás, emberség, egymás megértése, tisztelete. Megpróbáltuk megmutatni, hogy az éremnek mindig két oldala van, és nem létezik egyoldalú igazság. Odaadtunk mindent, amit csak adni tudtunk, és ti befogadtatok mindent, amit be tudtatok fogadni. Lehetett volna többet? Csinálhattuk volna jobban, mi tanárok és ti diákok? Biztosan. Hibáztunk? Nem egyszer. Úgy hiszem, ezen már kárt töprengedünk. Ahogy a dal is mondja,
Néha mindenki elkövet néhány hibát, de ha magadban nézel, és azt látod, hogy a szíved tiszta, akkor jó az út, amin jársz, és többé ne is fordulj vissza. Kedves búcsúzó osztályom, kedves gyermekeim! Engedjétek meg, hogy így szólítsak benneteket az együtt töltött élményekben gazdag évek után. Az utolsó csengőszóval elindultatok újabb célok felé. Nehéz búcsút venni a tantermektől, amelyekben néha kínos perceket éltetek át, a diákszerelmek apró, boldog titkos helyszíneitől. Hiányozni fogtok. Hiányozni fog, hogy a folyosón nem jöttök velünk szembe, hogy Anett nem kérdezi meg, hogy tetszik lenni Zoli bácsi. Hiányozni fog Dorka és Kitti széles mosolya, amivel mindig felvidítottak, de hiányozni fog barna bohém, vidám egyénisége is, és természetesen az egész nyolcadiká. A ballagás szép hagyomány, búcsú az iskolától, búcsú tőletek. Néhány nappal ezelőtt ti köszöntetek el kedves szavakkal tőlünk. Márai Sándor füves könyvében a boldogság kereséséről egy helyen ezt írja. Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzadva, szorgalmasan és elnyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak e célból, gyűjtik a boldogság kellékeit, hangya szorgalmával és a tigris ragadozó mohóságával. És mikor eltelt az élet, megtudják, hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell lenni közben. Erről megfeledkezünk. A boldogságot nem célként kell megjelölnünk, hanem állapotként megélnünk. Kedves lányok és fiúk! Drága cicák és micák! Kívánom nektek, hogy vegyétek birtokotokba a jövőt, és találjátok meg a mában, a mindennapi feladatban és a szeretetben a boldogságot. Végezetül ajánlom figyelmetekbe Franco Zeffirelli csodálatos alkotásának a Napfidér Holdnövér című filmnek néhány során. Álmod úgy valósul meg, ha apránként építesz. Ne tégy sokat, de azt jól, öröm legyen a bérem. Életedért szabadon, szállj időt a szépre, kőre követ nap, mint nap, hitkod lassan éri, így növekszel nap, mint nap, míg felérsz az égig. Köszönöm, hogy életetek része lehettek. Köszönjük azt a kedvességet, szeretetet, amit tőletek kaptunk, amely erőt ad a további munkánkhoz. Ne felejtsétek, hogy a tanulás egy életen át tartó folyamat, ahol meg kell tanulnod, hogy az embereket mindig szeresd, még akkor is, ha embertelenek. Tanuld meg, hogy mindig tegyél jót, még akkor is, ha megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedetet. Tanuld meg, hogyan lehetsz sikeres, még akkor is, ha ezzel hamis barátokat és igaz ellenséget kapsz. Tanuld meg, hogy mindig a jót tedd, még akkor is, ha holnap már feledésbe megy. Tanulj meg segíteni, mert az embereknek segítségre van szükségük. Tanulj meg a világnak a legjobbat adni, még akkor is, ha nem kapsz köszönetet érte. Mindig légy becsületes és nyílt, de tanuld meg, hogy ez sebezhetővé tesz. Albert Camus szavaival búcsúzom. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. Gyermekeim, a legjobbakat kívánom nektek. Köszönjük, hogy meghallgattak. Nézd a felhő esőre, felfölj még mit sem sejt. Ugyanez a helyzet velük. Én már régen indulnék, te nem is érzed még. De készül a vihar ellenünk, el nem mi rossz megoldás. Mi hazugság, nem kérem, hogy értsd meg ez ilyen világ. Száz út vár ránk,
nem is számolunk.